Maszk nélkül a vendég, és maszk nélkül a fodrász ezen a 2017-ben készült felvételen. Az elmúlt másfél évben nem lehetett volna ilyen képeket készíteni. A járványhelyzet miatt volt, hogy csak maszkban lehetett beülni a fodrászhoz, de volt olyan időszak is, amikor egyáltalán nem lehetett hajat festetni vagy vágatni a koronavírus miatt. A fodrászok és más szépségipari szakemberek komoly anyagi veszteséget könyvelhettek el ebben az időszakban. A különböző adókedvezmények mellett egyszeri 219 ezer forintos támogatást is igényelhettek ezek az egyéni vállalkozók a kormányzattól. Összességében azt tudom mondani, hogy 17, közel 18 milliárd forint igény érkezett országosan, és hát nagyon jól haladt a kifizetés is, több mint 15, közel 16 milliárd forint már átutalásra is került. Ez egy rendkívül gyors konstrukció, a foglalkoztatási osztályokon lehetett online formában ügyfélkapunk keresztül megigényelni, és azt követően a munkatársaink elbírálták, sok esetben hamarabb megérkezett a pénz, mint maga a döntésről szóló határozat, de ez még mindig a jobb változat. És hát gondolnunk kellett arra is, hogy ez még meddig tartson. A veszélyhelyzet vége volt meghatározva. Ugye eddig ez október első napjában ért volna véget, de született egy olyan határozat, hogy ez december végig meghosszabbításra kerül. Talán a mai beszélgetésünknek is jó apropója lehet ez, hogy aki még eddig nem igényelte, nem kapta meg ezt a támogatást, nyilván azért még nem igényelte, az megteheti, tehát a következő hónapokban is van erre lehetőség. Nem csak fodrászok, de például a virágboltosok is igényelhettek ilyen támogatást a megyében. Bodó Sándor államtitkár azt mondta, nagyon jelentős volt az igény Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Nagyon nagy volt az érdeklődés az ország egész területéről, nagyvárosokból, kisebb településekről, megyénként is tényleg azt tudom mondani, hogy minden onnan volt érdeklődés, és hát Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéből is, az önök szűke hazájából. Azt tudom mondani, hogy 3750 kérelem érkezett be hozzánk, és ez 800 millió forint igényt, támogatási igényt jelent. A 3700-ból egy olyan 3400-at már sikerült is elbírálni, és hát 745 millió forintot az említett 800 millióból már át is utaltuk, tehát megkapták a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei vállalkozók. Országosan 106 ezer vállalkozót érint az ágazati bértámogatás. Ha a parlament úgy dönt, hogy december 31-ig meghosszabbítja a veszélyhelyzet hatáját, akkor addig az időpontig továbbra is igényelhető az egyszeri 219 ezer forintos támogatás.